Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják, benne Baranya és Tolna megye legfrissebb sporthíreivel. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Várható volt, hogy a labdarúgó MB3 18. helyére visszaeső Szekszárdi UFC-nél edzőváltás lesz, ami már a legutóbbi, az Újpest 2 elleni hazai mérkőzésen bekövetkezett. Vízdár Zsolt, a Szekszárdi klub második csapatának edzője ült le a távozó DNS Pál után a csapat kispadjára, aki legfeljebb az őszi idény végéig vállalta a beugró szerepkört. A szekszárdi edzőkeresés kulisszái mögött felgyorsultak az események, mert hogy a következő mérkőzésen már a Baranyából érkező Turi Zsolt dirigálja a szekszárdi csapatot, mint új edző. Helyzetelemző riportunkban még Vízdár Zsolt és a klubelnök beszél a csapatházatáján kialakult gondokról, problémákról, melyeknek megoldását elsősorban az egykori pécsi élvonalbeli játékosból lett edzőtől várják. Kívülről úgy tűnik, sikerélmények hiányában önbizalom nélküli hitehagyott társaságot vett át a szekszárdi UFC új edzője, a második csapattól válsághelyzetben fölhozott tréner Vízdár Zsolt. Elég nagy baj mostanság az UFC-nél. 3 győzelemmel, 4 döntetlennel és immáron 9 vereséggel a 18. abszolút kieső helyre esett vissza a sárga-fekete alakulat az MB3 20 csapatos mezőnyében 15 fordulót követően. És érkezett a következőben az Újpest 2 Szekszárdra, amely 7 ponttal gyűjtött eddig többet náluk, amely a patinás klub ifjeiből építkezve rutinos visszajátszók nélkül eléggé rapszódikusan szerepel, és a fővárosi nagyok MB3-ban szereplő második csapatai közül a leginkább verhetőnek tűnnek az alsóházban a kiesés elől menekülők számára is. Látszott az UFC-sek igyekezetén a hétközi Vízdár Zsolti fejmosás, a csapat Júnián játékosának hozzáállását, minden mindegy szemléletét pécézték ki a vezetők, kilátásba helyezve büntetéseket is. Vízdár, az új MB3-as edző, nemrégiben még aktív, az Újpestet is megjárt szekszárdi játékos, első lépésben személyes beszélgetések pedagógiáját alkalmazta, aminek jótékony hatása, lenyomata már ott volt a pályán az Újpest ellen. Ütköztek, rohantak, becsúsztak a sárgák, így nem érhette szó a ház elejét a meccsre kilátogató cirka 150 néző részéről, akiknek azért volt, lehetett hiányérzete, hogy nem igazán akadt a kiegyenlített küzdelemben gólhelyzete az UFC-nek, igaz, az ellenfél sem jeleskedett ezen a téren. De mégis tegyük hozzá, érdemtelenül a lilák tettek szert egy gólos előnyre a félidőben, mi másból is, mint egy befújható 11-esből szerzett góllal, 1-0 az vendégcsapatnak. Azért a jelenlegi állapotában is van az UFC-ben spiritus, erről tanúskodott a második játékrész. Majd felbillent ugyanis az Újpest térfele, annyira nyomtak a hazai szekszárdiak. Fél tucatnyi 10-11 méterről leadható lövés a részükről, de valahogy nem tudott megszületni az egyenlítő gól. Míg az első számú gólfelelős, a még nem 100%-os állapotban levő Fejes Péter megoldásaiból sem rezzent az ellenfél kapuja. A 64. percig, ekkor egy 11-est és vele együtt egy második sárgalapos kiállítást is összehozott a hátul sokszor összezavarható Újpest 2. És persze, hogy Fejes Péter végezte el a büntetőt, tőle megszokott módon már is X-re állt a meccs, 1-1. Szó se róla, várta a minim publikum az újabb rohamokat vele együtt, hogy valaki bepréseli a 3 pontot érő szekszárdi győztes gólt. De ezek, teljességgel elmondható az utolsó negyed órára, hiányoztak. Feltehetően, mert többen is elfáradtak a Vízdár csapatból, hiába játszottak emberelőnyben, ekkor az ellenfél néhány játékosának újra töltekezésből feltámadt, és akár elvihették volna helyzeteik alapján a hajrában mindhárom pontot. A sors igazságot szolgáltatott azzal, hogy egy-egyes döntetlennel zárult a találkozó,
Vizmár Zsolt elégedett volt, meg nem is. Megmondom őszintén, hogy amikor én bementem kedden az öltözőbe, én ezt rögtön az elején elmondtam, és nekem nem volt problémám a srácokat. Tehát mindenki oda tette magát, csinálta. Nem kell, tehát megértették, hogy én mit akarok, mit képviselek, és nekem nem volt problémám a motivációval, se ma, se a heti munkába. Tehát abba kell belerúgni, meg az kell megütni, idézőjelesen megütni, aki nem dolgozik. Aki dolgozik, és beáll a sorba, csinálja, az a nincs semmi probléma. Az egyéni hibákra, ugye arra senki nem tud felkészülni, úgyhogy azt, hogy hát próbáljuk stabilizálni a védekezésünket, és a következő az, hogy a helyzeteket gólra váltsuk. Látszik az MB3 középcsoportjában, hogy a szekszárdi UFC játékos állománya bizony kevés ahhoz, hogy stabil középcsapattá váljon ebben a felülről érkező NB1-es, sok NB2-es játékossal teli mezőnyben. Az UFC elnöke ennek ellenére azt viszont mindenképpen elvárja, hogy a mostani keret generális téli erősítés nélkül, mert erre nem futja a büdzséből, jöjjön ki a veszélyzónából, és gondmentes tavaszi idény produkálva simán maradjon bent az NB3-ban. Kárpáti Zoltán nem elsősorban motivációs problémákat lát abban, hogy a mélyrepülés következtében a 18. helyen áll, mitöbb szerénykedik a csapat, sokkal inkább szervezetlenséget, az egységes csapatjáték hiányát, ami a korábbi sikeredző DNS Pál felállításához vezetett. Talán azt láttam, hogy nem egy csapatként léptünk fel, és nem úgy mozogtunk, mint ahogy kellett volna. Illetve talán az is lehet, hogy a korábbi vezetőedző Dienes Pali személyében lehet, hogy már előbb kellett volna váltanunk. Picit úgy éreztem a Palinál múlt héten is 3-0-nál, hogy mintha talán elengedte volna ezt a dolgot, ami őrá nem jellemző. Hogy vannak-e belső problémáink, illetve ahogy említetted, hogy egy folyamatosan évről évre erősödő verseny van az MB3-ban, amivel nagyon nehéz szekszárd szinten, szekszárdi utánpótlás nevelő klubként tartani a kapcsolatot. Sokat beszélgettünk a Haraszti Zsoltival, ugye Paks ügyvezetőjével. Nagyjából hasonló helyzetben vagyunk mi MB3-ban, mint ahogy ők az MB1-be, hogy a versenytársakhoz képest sokkal szolidabb költségvetéssel dolgozunk, illetve ők is meghúzták azt a dolgot, hogy külföldi játékost nem alkalmazva szeretnének bennmaradni, és egyedülálló csapatként. Én azt gondolom, mi pedig szekszárdon a szekszárdi utánpótlás játékosokat előtérbe helyezve, és a szekszárdiakat és szekszárd környékbelieket előtérbe helyezve, aminek részben gazdasági, részben pedig a klub identitásából, filozófiájából adódó erkölcsi kötelesség ez, illetve döntésünk. Hát ebből adódóan azért látszik, hogy vannak néha problémák. Egyébként én a keretet nem látom problémásnak, jobban inkább azt látom, mint ahogy itt az előző interjúban Zsolt is megemlítette, illetve ami a héten ugye a több médiában is, amit a Zsolt elmondott, fejekbe kéne rendet tenni, ha edzés van, akkor félre kell tudni tenni mást is. Nem csak azért, mert hogy a játékosok kapnak pénzt azért, mert itt futballoznak, hanem egyszerűen azért, mert bajba vagyunk, és most, hogyha nem fogunk össze, akkor baj lesz a vége. A pontgyűjtést és a felzárkózást legközelebb a sereghajtó 20. mindössze eddig 3 pontot szerző és még nyeretlen Majos ellen kell megkezdeni a 17. fordulóban a megint bajban lévő szekszárdi UFC-nek. Nem csupán Szemerei Levente az üstökösként berobbant akadályfutó jelenti a szekszárdi közép- és hosszú távfutást a szekszárdi atlétikában. Németh Gyulának a klub legendás edzőjének távozása után 5 évvel ezelőtt kifutott a szakág, igen eredményes akkori nagy generációja. Az új edzőnek, a szekszárdi AC ismert versenyzőjének, Szőke Gergőnek sikerül egy új csoportot építenie, melyben több ígéretes tehetség is megtalálható, mint például a serdülő akadályfutó Gyányi Zsombor. A legendás szekszárdi közép- és hosszú távfutó edző Németh Gyula 6 évvel ezelőtt történő Kecskemétre távozása után sokakban fölvetődött, mi lesz ezután a futószakággal szekszárdon. Amíg mindig szekszárdi szívű edző, mindenkit megnyugtatott akkor. Volt versenyzője, utóda, nem fogja veszni hagyni az értékeket, és Szőke Gergő olyannyira ambiciózus, hogy új csapatot is fog építeni maga köré, jövendölte az egykori tréner.
Így is történt. Amellett, hogy Szemerei Levente már az ő munkája révén is jutott el oda, ahová, mint ismeretes felnőtt magyar bajnok, korábban U20-ban EB-negyedik, nemzetközi szintre predesztinált akadályfutó lett. Nem csak épül, hanem ígéretes jelt is adott magáról, ez a gyermekkorcsoportúakból, serdőkből, ifikből álló szőke csapat. Ennek jeles képviselője Gyányi Zsombor, aki a serdülők között 1500 méteres akadályfutásban bronzérmet szerzett az idén a Szekszárdi Sportközpont versenyzőjeként a serdülők között a magyar bajnokságon U15-ös korosztályban. Ami ahhoz képest nagyon is figyelemre méltó eredmény, hogy Zsombor mindössze másfél éve atlétizál komolyan. Az edzéseket mindig jól meg tudtam csinálni, és akár még pluszt is tudtam, meg hát persze minden nap lejártam edzésre. Örökölte az átlagon felüli atlétikus adottságokat Zsombor, az alma itt sem esett messze a pályától. A nagybátyám triatlonozott, és apukám is atlétizált. Zsombor feltett szándéka, hogy ő náluk jobb és eredményesebb versenyző legyen szeretett sportágában hosszabb távon. Jövőre már csak, mint mondja, a bajnoki címmel lenne igazán elégedett. Abban reménykedem, hogy 2021-ben sikerül a bajnoki cím, és... hát úgy versenytársak terén úgy semmi változás nagyjából nincsen. Mellette még a jelekből ítélve az 5000 méteres táv lehet Gyányi Zsombor másik versenyszáma, amelyben lépcsőzetesen szépen fejlődik. A legjobb ideje ezen a távon az új generációs szekszárdi futónak 17 perc 30 másodperc. Ezt persze még nem versenyen, hanem edzésen futotta. Negyedik győzelmét szerezte meg Zsinórban vasárnap a PMFC az MB2-ben, amivel sikerült egy hellyel előrébb lépni a tabellán. Vas László együttese a Szeged Csanád Grosics Akadémia vendégeként szerzett 3 ponttal, már a negyedik helyről várja a Vasas FC elleni november 4-i hazai mérkőzést. A pirosmezes PMFC a kékmezben játszó Szeged Csanád Grosics Akadémia vendégeként lépett pályára vasárnap a Merkantil Bank Liga MB2-es labdarúgó bajnokság 14. fordulójában. A találkozó 21. percében egy szélről érkezett lapos lövésről Hegedűs Márk nem sokkal maradt csak le. 2 perccel később Dobos Áron 25 méterről elvégzett szabadrúgása szállt el a pécsiek kapuja mellett. Aztán egy óriási helyzet maradt ki a 25. percben. Keresztes Barna adott be középre, ahol Barta László került helyzetbe, lapos lövését azonban Varga Bence tolta ki, majd jöhetett a pécsi ismétlés 14 méterről, amit azonban a kapufa hárított. 2 perc múlva Hegedűs szögletét követően Barta elé került a labda, akinek kissé balról leadott kapáslövése elsuhant a szegedi keresztléc felett. A 33. percben aztán sikerült gólra váltani egy pécsi helyzetet. Barta baloldali szabadrúgása után kisebb kavarodás alakult ki a szegedi kapu előtt, végül Rácz László tudta a hálóba kotorni a labdát. 2 perccel a játékrész vége előtt Hegedűs tört kapura, ám lövését Varga lábbal hárította. A második félidő elején Barta egy cselt követően jobban lőtt a 16-os előteréből, de nem talált kaput. Az 53. percben Barta keresztesnek tette a labdát, akinek jobbról élesszögből leadott kapu előtti lövésébe belevetődött egy védő. 9 perc múlva Óvári Zsolt szögletét követően Barta kanalazta vissza a labdát, ám a partjelző szerint Németh Márk lesen tartózkodott. A 68. percben Adamcsek Máté a jobb alsóba lőtt, de a pécsi támadó előtte lesen vette át a labdát. Nem sokkal később Óvári lövését Varga szögletre tudta tolni. A 75. percben keresztes Barna helyére Archie Hawkins érkezett, aki most debütált az MB2-ben. 2 perc múlva kezezést reklamált a hazai tábor és a játékosok is, ám a játékvezető nem látott szabálytalanságot. A 80. percben Óvárit állították meg les miatt. A 84. pedig Jovanovics Alexander távoli szabadrúgására Helesfai Donát érkezett és öklözte ki a labdát.
két perccel a rendes játékidő letelte előtt Barta Csel sorozat utáni lövését szögletre mentették, majd Adamcseknek tettek vissza egy labdát, a pécsi támadó kísérlete azonban mellé szállt. A PMFC tehát 30 év után ismét nyert Szegeden. Vas László együttesének ez volt zsinórban a negyedik győzelme a bajnokságban, és ezzel a tabella negyedik helyére lépett elő. A gárda szerdán 18 órától a Vasas FC-t fogadja a Mercantil Bank Liga 15. fordulójában. Zsinórban harmadik bajnoki mérkőzését nyerte meg a Kozár Mislenyese női kézilabda csapata szombaton. Kovács Tamás együttese a korábbról elhalasztott találkozón a szombathelyi U20-as gárdája ellen 14-11-es félidő után 33-21-re nyert, és ezzel a bajnoki tabella harmadik helyére lépett. Mindkét csapat lendületesen kezdte a korábbról elhalasztott találkozót szombaton Kozármislenyben. A feketemezes szombathely U20-as gárdája az első félidőben még tartotta a lépést a kék-feketében játszó házigazda kozármislenyesek kézilabdázóival. Ráadásul a 25. percben át is vették a vezetést a fiatalok, de a játékrész végéig ettől kezdve már csak a kozármislenyiek lőttek gólt, így 14-11-es hazai vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben aztán fokozatosan léptek meg a házigazdák, és a 43. percben már 10 volt közte, és ezzel minden eldőlt. A találkozót 33-21-re nyerte a Kozár Mislenyese. Érezhető volt, hogy a harmadik meccsünk a héten, és sokkal többet hibáztunk, mint amit gondolnánk alapvetően. Ennek ellenére azért az első negyed óra 20 perc kivételével tehát ott ilyen fej-fej melletti, főleg a mi hibánk miatt. Utána szépen kezdett összeállni a védelem, egyre gyorsabb lett és pontosabb a játékunk, és második fél idő első 10 percében gyakorlatilag eldöntöttük a mérkőzést egy nagyon komoly védekezéssel. Ez volt a kulcs, azt gondolom. A mérkőzésnek az utolsó 10 perce az törvényszerű volt, elfáradtunk, az az igazság, tehát ott jött ki az, hogy ez a harmadik meccs. Meg kell dicsérjem az Orsit. Leginkább azért, nem is feltétlenül csak a védéseim, hanem leginkább azért, mert a bemelegítésnél megsérült a Maja. Úgy volt, hogy ő kezd, belenyúlt egy labdába, majd jött a Vivi, aki jól védett, viszont ő meg a derekával bajlódik, és ez sajnos ez egyik védésnél rossz lett, bejött és megoldotta. Tehát mindenképpen őt meg kell dicsérjem, de igazából meg kell dicsérjem az egész csapatot, mert már a sok hiba ellenén is volt tartásunk, és voltak azért nagyon szép dolgok. Úgyhogy sok helyzet alakítottunk ki, a helyzet kihasználásunk azért az hagy némi kívánnivalót maga után, de azért azt gondolom, hogy három meccs sok utazás után ez most elfért, úgyhogy gratulálok a csapatnak, örülünk, és ezzel a nagy arányú győzelemmel most ha csak ideiglenes is, de azért a harmadik helyre fölléptünk. Seffer Zsanett 5 góllal járult hozzá a kozármislenyi sikerhez. Az elején egy kicsit pontatlanul játszottunk, de éreztem ebben némi fáradtságot is. A héten ez már a harmadik meccsünk volt, de a második fél időre sikerült felszabadultan játszanunk. Én is kicsit dekoncentráltan kezdtem a meccset, de aztán ahogy a csapatnak kezdett jobban menni, úgy én is éreztem magamban az önbizalmat. A szombathelyi gárda jelenleg az 5. helyen áll az NB1B 12 csapatos mezőnyében. Azért látjuk, hogy azért itt a Mislenyben van azért minimum két sor, tehát két hasonló sor. Ugye mi azért pár hiányzóval érkedtünk, de én mondtam, hogy soha nem okoz problémát. Tehát fiatalokkal játszottunk. Az első fél időn azt gondolom, hogy értékelt, tehát teljesen másikban is volt értékelt a történet. Annyi volt, hogy már elfáradtunk, tehát nem volt mélységi cseréim, amiben azért tehát akkor tudtuk volna igazából fölvenni a versenyt. Én úgy gondolom, az első fél idő teljesen jó volt, ott ugye azokban, hogy nem hibázunk bele, ott a fél idő az egy kicsit szorosabb is lehetett, vagy hát így is szoros volt, aztán akkor talán másik fél idő, máshogy megyünk bele, de én azt gondolom, a másik fél időben is mindenképpen úgy jöttünk, hogy szeretnénk fordítani a meccsen, annyi, hogy kijött ott a 10. perc környékén a fáradtság, ott ugye nekem nem, tehát a cserékben nem tudtam olyan szinten belenyúlni, úgyhogy itt azt gondolom, hogy ez volt az eredménynek az oka. Hétvégi győzelmével a tabella harmadik helyére lépett a Kozár Mislenyese. Kovács Tamás együttese legközelebb a Mohácsi Téje 1888 gárdáját fogadja szombaton 18 órától az NB1B-s bajnokság soros fordulójában.
Rép Krisztián remek versenyzéssel a Lada kategória bajnoka lett az idei Szopianec slalom versenysorozatban. Az utolsó, mindent eldöntő fordulót október 31-én rendezték Orfűn. Idén indult először ladájával Rép Krisztián. Részt vett a szlalombajnokságban, volt előfutó a Rally 3-ban, de élesben is versenyzett már. A fiatal rallis kategóriájában az élen állt az utolsó orfűi szlalomfutam előtt. A szlalomok jól sikerültek, ugye ebben ez az utolsó, itt a bajnoki címért küzdünk most a kategóriába. Amúgy, ahol nagyjából tudtunk, ott mentünk az évbe, belefért egy rally 3-as futam is, abból egy kicsit többet szerettünk volna teljesíteni, de majd jövőre. Úgy összességében az évünk egész jónak mondható. A legjobb az a Vásárcsarnoknál rendezett városi szlalomverseny. Ezt tetszett a legjobban. Úgy nagyon rossz versenyünk nem volt. A mostani kezdés volt talán a legrosszabb. Pályát is tévesztettünk, én is béna voltam. Az autó is egy kicsit olyan fura volt, úgyhogy próbálkozunk a következőre egy kicsit jobban teljesíteni. Hát most vezetjük a kategóriát. Az ellenfelünkre kell figyelni, hogy maximum mögötte végezhetünk, de inkább előtte kéne. A Rép családban nem újdonság az autóversenyzés iránti vonzódás. Krisztián nagyapja és édesapja is versenyzett. Rép László a 90-es évek elején belekóstolhatott a Rally 2-be, valamint a hegyi Európa-bajnokságon is indult a Mecsekhegyi versenyen. Nem csoda, hogy Krisztián és kézilabdázó testvére Fanni is megfertőződött. Az édesapa mindenben segíti a fiatalok álmának beteg. Teljesedését. Hát az egész az gyakorlatilag úgy kezdődött, hogy az én édesapám, az ő nagyapjuk is versenyzett, rendező volt éveken keresztül, úgyhogy én meg voltam fertőzve. Aztán a 90-es évek elején nekem sikerült rally túrába, illetve ilyen amatőr versenyeken indulni, illetve hát belekóstolhatunk a Rally 2-be az akkori barátommal, illetve a hegyi Európa-bajnokságon is indulhattam a Mecsekhegyi versenyen. Ez nagy élmény volt. A Krisztián akkor nagyon kicsi volt, a Fanni nem is született még meg igazából, de mindig ez volt a vágyuk. A Fanni elment ugye a kézlabda irányába, sporttal foglalkoztunk, aztán a régi ladánk állt az udvarba, elkezdtük felújítani arra, hogy a Krisztián majd az utcán használja. Hát ez egészen addig alakult, hogy ő kitalálta, hogy versenyautót fog vele építeni. Én egy kicsit vegyes érzelmekkel álltam a dologhoz, mert tudom, hogy nagyon drága sport. Tehát ez a 90-es évben is nagyon drága volt, most még nehezebb ebből a sportból bármit kihozni. Tehát nagyon drága hobbi. Ezen a szinten ez egy hobbi gyakorlatilag, tehát ebből megélni nem lehet, erre csak költeni lehet. Így indult a dolog. Én azt mondtam, hogy erkölcsileg, illetve kapcsolatok révén segítünk nekik. Én azt gondolom, valamilyen szinten ez működik. Innentől az övé, az ő döntésük a jövő. A slalom, illetve a mini rallik, azok gyakorlatilag, illetve a Rally 3 előfutók is mind-mind azt a célt szolgálták, hogy gyakoroljon. Mert gyakorlásra szükség van. Lehet, hogy van, azt mondják a nálam okosabbak és nem ennyire elfogultak, hogy gyakorlatilag van tehetsége hozzá. Fanni is ügyesen navigál. Az, hogy mit hoz a jövő, hogy most ők együtt maradnak jövőre, vagy sem, illetve hogy mire lesz lehetőség anyagilag, ezt talán majd március-áprilisban látni fogjuk. Őnáluk pattog a labda, gyakorlatilag. Ladákban ezek a srácok nagyon sokan ladáznak egyébként is az utcán. Tehát én szeretném azt, én mondtam a Krisztiánnak, hogy szeretném azt, hogyha ő ladázna, csak jelenleg nincs meg rá az a finanszírozási lehetőség, hogy a utcán is egy normális ladával közlekedjen. Ez lenne a cél. Tehát nekünk annyival volt könnyebb, hogy mi nekünk az utcai autónk is lada volt. A barátomnak is, nekem is. Tehát mi utcán jártunk. Én 16 éves koromban ladáztam a városba jogosítvány nélkül. Nem számít. 17 éves koromban már vezettem, volt jogosítványom. És 18 éves koromban már amatőr rallisztam én is. Tehát akkor egy kicsit talán könnyebb volt, mert akkor egy háromhaj fizetésről vettünk egy versenyautót, kis túlzással. Manapság ez sokkal nehezebb. Most egy ilyen lada, mint a Krisztiánnak a ladája, hát ez gyakorlatilag egy kisebb vagyon. És ez nagyon-nagyon messze van attól, hogy ezzel mondjuk egy Rally 3-ba bármit is lehessen elérni. Annak idején Rally 2-es országos bajnokságban volt 150 induló, abból volt 60 lada. Mi ott indultunk, tehát ez teljesen más volt ez a történet. Tehát most én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb nekik. Sokkal nehezebb. Az is igaz, hogy relatív ezek a ladák, amik itt is szerepelnek,
ezek annak idején verték volna a félmezőnyt cson nélkül, mert ezek annyival komolyabb tették. Nyilván fejlődött a világ, fejlődött az autósport, ami nagyon jó. Az, hogy ez most mennyire nehéz és mennyire megy jó és rossz irányba, erről megosztanak a vélemények. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen a célt, ahol elindultunk, amit elkezdtünk, amiről kell szólni ennek az évnek, teljesen elégedettek vagyunk. Nyilván ő most szeretne itt a szlalombajnokságban nyerni, a 20 fős mezőnyben a kategóriát vezeti jelenleg. Mai versenyen is azt gondolom, hogy nem az eredmény a fontos, tehát úgy sikerül, ahogy sikerült. Próbálkozzon, gyakoroljon, első szezon, egy nehéz szezon, mert sokkal több verseny volt tervezve. Meglátjuk. Ha sikerül nyerni, nyilván ő szeretne nyerni, szeretné megnyerni a bajnokságot, de hogyha nem lesz meg, semmi sem fog történni. Tehát gyakorlásnak ez teljesen megfelelő volt. Réb Krisztián remek versenyzéssel a Lada kategória bajnoka lett az idei Sopia Net Slalom versenysorozatban. Mint mondja, jövőre folytatja, akkor még erősebb ladával vág majd a Rally 3-nak. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!